A pannonhalmi apátság pincészetének egyik dűlőjére sétáltak éppen a szombati szőlőáldás résztvevői, mikor stábunk a helyszínre érkezett. A méteres hó sem riasztotta el a túrázókat, akik a pincéket járva, az új borokat kóstolva, a tőkék között pedig Isten áldását kérve fohászkodtak az idei bőséges és minőségi termésért. Vince napjához kapcsolódóan immár harmadik alkalommal szervezett az apátsági pincészet ilyen jellegű túrát, a környező dűlőket járva közel 30 kilométert tett meg a csapat. Négy szőlőterületünk van, és minden négy szőlőterületen folyamatosan állítunk kereszteket, és itt van egy szőlőáldás ilyenkor Szent Vince napján. Ez egy nagyon ősi hagyomány, körbejárják a szőlőt a gazdák, és imádkoznak azért, hogy a következő évben is jó termés legyen. Könyörögjünk az Úrhoz! A pannonhalmi gazdaságon felállított kereszteknél nem csak imádkoztak a borászok, hanem az új borral meg is locsolták a szőlőtőkéket. Itt Pannonhalmán kereken 10 évvel ezelőtt kezdtünk a főapátsági birtoknak az újjá indítását. Ugye ezt egy több évszázados dicső múlt előzte meg, de aztán a II. Világháborút követően meghiúsult annak a lehetősége, hogy ezt folyamatos módon folytatni lehessen, és 2001-ben történt az első telepítés. Mégis mi azt mondjuk, hogy 2003 volt az a igazi indulási év, mert abban az évben épült meg az új feldolgozó, az új pince, és a frissen telepített ültetvényekről abban az évben tudtunk először szüretelni. Hogy mekkora területet gondoznak az apátság szakemberei, és hogy milyen szőlők teremnek a vidéken, az keddi Kultúra magazinunkból kiderül.